Minden a török Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat. A Szent Anna kápolna bejáratánál a virágvasárnapi püspöki szertartás barka szenteléssel kezdődött. Az Olajfák hegyénél Jézus két tanítványát előre küldte egy szamár csikóért, amelyen még nem ült ember, majd ezen vonult be a városba. Az újongó nép tiszteletadásként pálmaágakkal integetett. Azokban az országokban azonban, mint hazánkban is, ahol nincs pálma, a korán bimbózó fűzfa veszélyét, a barkát szentelik meg a katolikus templomokban. A barkaszentelés szertartásához többféle népszokás is kapcsolódik. A hiedelem szerint a megszentelt barka elhárítja a rontásokat, megvédi a tulajdonosa házát a vihartól és a tűztől, a veteményesbe téve pedig növeli a terményt. A barkaszentelést követő szentmisén elénekelték Jézus szenvedés történetét, a passiót, Máté evangéliuma szerint a Szent István székesegyházban. A liturgia azt a hitet fejezi ki, hogy a dicsőséges bevonulás kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be, ezáltal megvalósítva a megváltást, amely az emberek számára az örök életet hozta el. Jézus feltámadása az örök élet reményét táplálja minden hívőben. Spány Antal megyés püspök szentbeszédében arra kért mindenkit, a húsvét előtti napokat mindenki próbálja Jézussal tölteni. A hívő ember mindig Jézussal kellene, hogy éljen, de az élet sodrása talán olykor messzebbre sodor bennünket Krisztustól. Most ezen a héten többször kellene, hogy eszünkbe jusson, hozzá tartozom, ezzel tartozom neki, mert ő az életét adta értem. Ez pedig már az a virág vasárnapi keresztút, melyet a város hagyományaihoz híven mindig a családokkal együtt jár végig az egyház Maroshegyen. Az idei évben a kedvezőtlen időjárás miatt a keresztutat rendhagyó módon nem a tanúsvényen, hanem a templomban járták végig a hívek. Az egyes stációkat a gyermekek jelenítették meg, míg szüleik mondtak elmélkedést és imát. A családoknak a 14 stációt átelmélkedve volt lehetőségük idén is készülni a nagy hétre, húsvét ünnepére.